Hogyan született meg a Bátori Panoptikum? Miért pont a Bátori Panoptikum, a Bátori család története és az ehhez kapcsolódó történelmi kor kerül bemutatásra itt a Bátori Várkastélyban? Ez tulajdonképpen egy felkérésnek az eredménye volt, most már lassan másfél éve. Megkeresett a városvezetés, hogy szeretnének ezen a helyen, ebbe a kastélyba valamilyen kiállítást helyeznem, egy állandó kiállítás, hiszen a helyszín az nagyon-nagyon jó, és több téma is fölmerül, de hát a Bátori család, mint a legfontosabb család itt Nyírbátorban, illetve azt a Magyarország történelmében is egy elég meghatározó szerepet betöltő család. Nevezzük úgymond stábnak azt a munkacsoportot, akik önmellett sikerült megvalósítaniuk ezt a kiállítást, de mégis milyen szakemberek vették részt, illetve segítették az ön munkáját? Ez nagyon-nagyon fontos, mert hasonló kaliberitású emberek nagyon nehezen tudnak együtt dolgozni. Tehát az, hogy jó csapat legyen, ahhoz ez kell. De jelmezesek, szobrászok, díszletesek, sminkesek segítettek nekem a munkába ahhoz, hogy ez tényleg ilyen nagyon profi módon készüljön el ez a És melyek a közeljövőbeni tervek? Készül-e hasonló panoptikum az ország más területén, egyéb vagy esetleg más jellegű művészi alkotás itt Nyírbátorban, vagy mint említettem, az ország más egyéb pontján? Hát most már nagyon kötődök Nyírbátorhoz, mert most a másfél év óta járok ide folyamatosan. Igen, ez a munka még folytatódni fog, mert itt ebben a gyönyörű kastélyban, amit a hátunk mögött látható, a Bátori család élete került feldolgozásra, de amikor ennek a tervezése megtörtént, akkor már szóba került és elkezdődtek a tervezési munkálatai egy kültéri szobor parknak is, ami a két templomot összekötő majdani sétányon kerül elhelyezésre. Itt Nyírbátor város történelme kerül, illetve szegmensei kerülnek feldolgozásra. És hadd tegyem hozzá, hogy bővelkedik Nyírbátor város is, rengeteg, nagyon izgalmas, nagyon érdekes, olykor megdöbbentő vagy meghökkentő sztorikkal. Ezeknek a feldolgozása folyik most, és már el is kezdtük ezeknek a kivitelezési munkálatait. Mikorra lesz ez itt látható, ez a nagyszabású művészi alkotás itt majd a városban? Hát, ha az önkormányzat és a jóisten is úgy akarja, akkor elképzelhető, hogy ez jövő év október-novemberében már látogatható lesz, illetve látható lesz teljes életnagyságban. További sok sikert kívánok!